Az egészségtelennek titulált táplálkozási szokások rabságából kitörni képesek, a különböző élelmiszerekre már érzékenyek, nem csak a szénhidrát csökkentett élelmet keresik, hanem a glutén és laktózmenteset is. És azokat teszik a kosarukba, amelyek csakis természetes eredetű ízesítőket, kiegészítőket tartalmaznak. Ezeknek az egészségtudatos embertársainknak a száma növeléséhez szeretne a maga módján hozzájárulni a Tolnai Egészség Hónap első rendezvénye, amelyen diétás szakács élelmezés vezető Sas Erika osztotta meg ebben a témában nézeteit az Zömmel női hallgatósággal, és bemutatott több általa készített, bevizsgált, ellenőrzött terméket, amelyek nem csak egészségesek, de még felettébb finomak is, és az elkészítésük sem apasztja le vészesen a pénztárcát. Szeretnénk azokat is kiszolgálni, ugye, akik rá vannak kényszerülve arra, hogy gluténmentesen, laktózmentesen, vagy egyéb jelölt allergénektől mentesen táplálkozzanak. Ma már szerencsére nagyon-nagyon sok helyettesítő termék elérhető, illetve ott tartunk a konyha technológiában, hogy sok mindenből tudunk mi magunk helyettesítő terméket előállítani. Erre volt példa a tojásfehérjéből készült túró, vagy a kölesből készült körözött, vagy például a szintén kölesből készült, egy fermentált kölesből készült túrókrém. A puding próbája az evés, nem volt kérdés, hogy például a köles túró legalább annyira finom, mint a zsíros tejből, illetve túróból készült. Ezt és más termékeket meg lehet ugyan vásárolni már különböző szakboltokban, de az azért nem ugyanaz, mintha mi saját magunk készítenénk, és ez esetben a ráfordításunk is kevesebb lehet, és elkerülhetünk bizonyos mellékhatásokat. A visszajelzésekből is ez derült ki, hogy ízében megállja a helyét, tehát pici odafigyeléssel, igen, nem a boltok polcairól leemelt kéztermékkel, hanem a saját magunk által előállított termékekkel, de ezt abszolút el tudjuk érni, hogy ízhatásában meg tudjunk felelni annak az elvárásnak, hogy ezek a helyettesítő termékek, ezek jók legyenek, és visszaadják azt az ízélményt, amit szeretnénk, vagy amit várunk tőlük. Az előadó kitért a táplálék allergia komplex problematikájára is, szembeállítva az étel intoleranciával, a kettő, noha a közbeszédben keveredik, nem ugyanaz. Az ételintolerancia az hosszabb távon jelentkezik, a táplálékallergia pedig a szervezetünknek egy heves reakciója bizonyos tápanyagokra. Olyan, mint például ugye a mogyoróallergiánál, talán ez a legrelevánsabb és legismertebb példa, ahol nagyon hamar, nagyon súlyos allergiás reakció léphet föl. Érdemes odafigyelni egyes termékeken feltüntetett tejsav, illetve tejsavó tartalomra. Mást vált ki az egyik, mást a másik, megint két különböző dologról van szó, amire nem csak a laktózérzékenyeknek érdemes odafigyelni, hangsúlyozta Sas Erika. Minek után a tejsavó az tejtermék alapú, tehát az tej alapú, maga a tejsav az pedig nem, tehát tejsavat mind a tejallergiás, illetőleg a laktózintoleranciában vagy laktózintoleranciával együtt élő is fogyaszthat. A kóstolás hatására minden bizonnyal az elkövetkezendő napokban több sütésre, főzésre kapható háziasszony elkészíti az ő köles túróját, az ő köles körözöttjét, az itt látott sajtortát, a tojás fehérjéből készült túrót is. Esetleg paleo-vegán szendvics is kerülhet a tolnai asztalokra.